Jelképes szalagátvágás a Magyar Posta Nyíregyházi logisztikai üzemében. A társaság helyi központja egy beruházásnak köszönhetően 2700 négyzetméterrel nőtt. A csarnokot még 2017-ben építették, most pedig már 5500 négyzetméteren folytatódhat a munka. Két fontos feladata van a posta dolgozóinak itt a Tünde utcai üzemben. Egyrészt a nemzetközi küldemények, másrészt a csomagküldemények feldolgozása történik itt. Egy-egy csomag mindössze egy éjszakát tölt itt. A dolgozók végeznek egy bizonyos jellegű előfeldolgozást, majd pedig utána 196 település mélységig feldolgozzák a küldeményeket. A nemzetközi küldeményekre értendően a csomagküldeményeknél egy kicsit más méretekkel, de hasonló a tevékenység, és feldolgozzák. Ugye itt a csomagoknál el kell különítenünk a raklapos és a nagyalkú küldeményeket, amelyeket a mozgatását ugye gépi segítséggel végzik, ami látható is itt a targoncás kollégánál, vagy pedig manuálisan. Az nagyon fontos, hogy a csomagküldemények a Magyar Postánál a teljes logisztikai folyamatnál azonosított kezeléssel történik, ami azt jelenti, hogy PDA-val minden egyes csomagot mi érkeztetünk és indítunk, tehát pontosan látható, hogy az a küldemény mikor érkezett ide, mikor távozott el tőlünk és ki kezelte. A növekvő csomagvolumen feldolgozását várhatóan ugyanakkor a humán erőforrással tudják majd megoldani, mint eddig, mivel elindul majd az üzem automatizálása. Ez egy automata feldolgozó gépsor, amely az autókról emberi erővel rátesszük ezekre a szalagokra, és ezek a szalagok a kézbesítő járásoknak, a futároknak fogja leosztani a csomagokat, és így nekik már csak az a dolguk, hogy a vevőkhöz eljuttassák a csomagjainkat. Ezt a rendszert először Győrben és Debrecenben teszteli a posta, és jövőre kezdik a nyíregyházi üzem automatizálását. Naponta átlagosan 7-10 ezer csomag fordul meg itt. Ennek átlagosan a kétszeresét adják fel az emberek a karácsony előtti időszakban. A Magyar Posta csomaglogisztikai történetének eddig 2019. december 3-a volt a legforgalmasabb napja, hangzott el a keddi sajtótájékoztatón. A webes rendelés folyamatosan nő, így a csomagforgalom is. A gördülékeny feldolgozás érdekében infrastruktúrális fejlesztések kezdődtek a Magyar Postánál. Az országos depóhálózat mind a 23 létesítményét érinti a több 10 milliárd forintos beruházás, ami 2029-ig tart majd. A teljes csomaglogisztikai képességünket megújítjuk, különböző helyeken, különböző módon. Összesen 23 darab létesítményt hozunk létre, vagy fejlesztünk tovább az országba. 19 vidéki depó és 4 budapesti ellátóközpontot fejlesztünk. Nem csak épületileg, hanem a benne lévő IT-infrastruktúra is teljes mértékben megújul, és a szortírozási képességünk, a gépi kapacitásunk, az automatizáltság is nagy mértékben nőni fog. A Magyar Posta azt javasolja, mindenki legkésőbb december 19-éig adja fel azokat a csomagokat, amelyeket karácsonyig szeretnének eljuttatni a címzettekhez.